Szeretettel köszöntöm Önöket innen a Kiskunfél Egyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárból. Sajnos a járványhelyzet miatt nem adatott meg, hogy személyesen találkozzunk ennek az előadásnak a kapcsán, viszont a könyvtárra együttműködve az egészségfejlesztési irodának sikerült úgy megoldani, hogy ha máshogy nem is így online formában át tudjuk adni Önöknek ezt az előadást. Az előadásom témája a változás, az egyes életszakaszokban rejlő kihívások, az, hogy az életünk folyamán milyen kihívásokkal, milyen nehézségekkel nézünk szembe az egyes életszakaszokban, életciklusokban. Ahogy az előadás címe is mutatja, változtatni tudni kell, vagyis egy-egy életszakasz, egy-egy életszakaszváltás, egyik szakaszból a másikba való átmenetet hogyan tudjuk menedzselni, hogyan tudjuk a lehető legjobban megoldani ezeket az átmeneteket, ezeket a kihívásokat kezelni. Alcímnek pedig azt adtam, hogy hogyan vezessük életünk fonalát, és ehhez rögtön egy képet mutatnék, ami a legjobban szemlélteti azt, hogy hogyan képzeljük el az életünket, és mi az, ami a valóságban történik. Az első ábra, a baloldali, azt mutatja, hogy az emberek többsége, amikor eltervezi az életét, úgy szeretné leélni, hogy szépen, nyíregyenesen halad felfelé a pályáján, magánéletben, karrierben, és lépésről lépésre egyre magasabb szintre jut, nyíregyenesen tör az ég felé, mondhatni így. A valóság azonban sokszor inkább a jobboldali ábrát modellezi le, amikor azt látjuk, hogy az életünkben mindig jön valami buktató, mindig találunk valami kihívást, valami gubancot, amit meg kell oldani. Ez van, hogy visszaveti a fejlődésünket, hátra kell lépnünk, meg kell fordulnunk, vagy éppen egy olyan hullámvölgybe kerülünk, amiből egy újabb gubanc, egy újabb akadály révén tudunk csak kikerülni. De aztán valahogy mégiscsak sikerül egyről a kettőre jutnunk, egyről a kettőre emelkednünk, és valahogy csak megmutatkozik az a fejlődés az életünkben, amit szeretnénk elérni. Ezeket a gubancokat, vagy elakadásokat a pszichológia nyelvén kríziseknek hívjuk, és ez a krízis, ez egy görög szó, ami válságot, fordulatot jelent, utalva arra, hogy ezek a válságok, ezek a fordulatok, ezek mindig valami újat tartogatnak, valami mást, mint az ezt megelőző időszakok, és ebből kell nekünk újat építenünk. A krízis pszichológiai definíciója Gerald Kaplan alkotta meg. Ő úgy gondolta, hogy ezek a krízis helyzetek, ezek olyan veszélyeztető körülmények, veszélyeztető helyzetek, amelyek az életünk egy adott pontján felbukkanva mindennél fontosabbá válnak a számunkra. Ez lesz a legfontosabb problémánk, hogy ebből a krízisből kikerüljünk. Ezek ilyen veszélyeztető körülmények, olyan helyzet, amiben kellemetlenül érezzük magunkat, fenyegetve érezzük magunkat, és ami még nehézé teszi, hogy azok a szokványos problémamegoldási módszereink, megküzdési technikáink, amik általában hatékonyak szoktak lenni, most nem működnek. Sőt, a meglévő készségeinkkel, a meglévő tulajdonságainkkal, a képességeinkkel sem tudunk adott pillanatban mit kezdeni ezzel a krízissel, és ezért válik ez annyira fenyegetővé, annyira ijesztővé számunkra. De jó hír az, hogy ezekből a krízisekből ki lehet kerülni, sőt, ki lehet kerülni jól is. Önmagában a krízis az nem egy betegséget, nem egy beteg állapotot jelent, hanem egy olyan szituációt, ami pillanatnyilag kihívást jelent, de ha nem kezeljük megfelelően, akkor bizony okozhat megbetegedéseket, lelki eredetű, akár testi panaszokba is átcsapó megbetegedéseket. De valójában a krízisben nagyban benne van a fejlődés lehetősége is, amit talán, ha már itt az előbb a görög nyelvet hoztam példának, most a kínai képírást hoznám föl. A kínai képírásban két jel jelöli a krízisnek a fogalmát, mégpedig a veszély és a lehetőség jelei. Vagyis egyrészt veszély, mert veszélyezteti az életünket. Kizökkent a megszokott ritmusából az életünk, felborul az az egyensúly, amiben eddig éltünk, de egyben ott van a lehetősége is a fejlődésnek, az előrelépésnek. Annak, hogy valami magasabb szintre, valahogy magasabb szintre tudunk lépni.
hogy hogyan is lehet tovább jutni ebből a krízisből. Ugye optimális esetben, ha sikerül olyan külső segítséget kapnunk, ha sikerül olyan külső támogatást kapnunk, ami előrébb visz bennünket, illetve a saját belső erőtartalékunkat tudjuk mozgósítani, akkor egy fejlettebb egyensúlyi állapotba tudunk kerülni, vagyis fejlődik az személyiségünk, fejlődnek a készségeink, olyan tulajdonságokra, olyan készségekre teszünk szert, amik a krízist megelőzően nem voltak a mieink. Az, hogyha egy krízist megfelelően kezeltünk, nagyon sok tapasztalattal gazdagít bennünket. Megtanuljuk kezelni a jövőben a hasonló helyzeteket, megtanuljuk kezelni ezeket a szituációkat, és ha legközelebb ilyen, vagy ehhez hasonló helyzettel találkozunk, kevésbé visel már meg bennünket. Másrészt egy nagy adag önbizalommal is gazdagodunk azáltal, hogy sikeresen kiléptünk ebből a helyzetből, sikeresen megoldottuk ezt a szituációt. Tehát az önértékelésünkre is pozitív hatással van, gazdagodik a megküzdési repertoárunk, a probléma megoldó készségünk, úgymond kreatívabbak leszünk azáltal, hogy egy krízisből mi jól kikerültünk. Egy krízisből viszont nem csak jól és pozitívan fejlődve lehet kilépni, hanem egy alacsonyabb szintű egyensúlyi állapoton is megragadhatunk, ami egy visszalépés a krízist megelőző időszakhoz, de ott tudjuk megtalálni az egyensúlyunkat. Nyilvánvalóan nem ez a célunk, és nem ez a legelőnyösebb módja egy krízis helyzet megoldásának, de nagyon sokszor azt találjuk, hogy nem sikerül jól megoldani azt a helyzetet, amiben belekerültünk. Ilyenkor nagyon gyakoriak a különböző lelki problémák, szorongás, depresszív tünetek, alkalmazkodási nehézségek jelenhetnek meg. Vannak, akik a probléma elodázását próbálják különféle szerek használatával, droggal, alkohollal elodázni. Ez segíti őket abban, hogy nem kell szembesülni a nehézségekkel, nem kell szembesülni a kihívásokkal, viszont azok ott maradnak. Maga a probléma nem oldódik meg, csak a tudatunkból sikerül egy kicsit kiszorítani ezeket, és attól ezeknek a fenyegető közelsége továbbra is jelen van, és mindig keresni kell valami módot, hogy hogyan is lehetne ezekből a helyzetekből kikerülni. A kríziseket alapvetően két csoportba tudnánk sorolni. Vannak a fejlődéssel együtt járó törvényszerűségek, a fejlődési vagy normatív krízisek. Itt az előadás további részében ezekről fogok majd beszélni, de ezek mellett ott vannak az úgynevezett akcidentális krízisek, amik valamilyen külső provokatív tényező hatására jönnek létre. Ezek váratlanul, hirtelenül törnek ránk, nem vagyunk rá felkészülve. Ilyen lehet az, amikor mondjuk egy balesetben elveszítjük egy szeretett társunkat, egy barátunkat, hozzátartozónkat, vagy hirtelen kapunk egy olyan diagnózist, ami egy életünket fenyegető betegségről szól, vagy természeti katasztrófa éri a környezetünket, és gyakorlatilag az, ami eddig a biztonságot adta, az minden elúszik, felborul, és kicsúszik a lábunk alól a talaj. Ezek az úgynevezett ilyen akcidentális krízisek tehát, de amiről most én bővebben szeretnék beszélni, azok a normatív vagy fejlődési krízisek. Ezek azok a kihívások, azok a nehézségek, amelyekkel minden ember szembesül az élete folyamán, vagyis a fejlődés szükségszerű velejárói. Legelőször azt, hogy fejlődési krízis, Erik Erikson, német származású amerikai fejlődéspszichológus alkotta meg, aki az emberi fejlődést tanulmányozva 8 életkori szakaszra osztotta az ember életútját, egészen a csecsemőkortól kezdve a halálunkig, és ezt különböző életkorokhoz kötötte ezeket az életszakaszokat, és minden egyes életszakasznak egy kitüntetett feladatot szánt. Úgy gondolta, hogy minden egyes életszakasznak, minden egyes életciklusnak megvan a maga kitüntetett feladata, amit abban az életkorban ideális teljesíteni.
Hogyha sikerül ezt a fejlődési feladatot megoldanunk, akkor egy pozitív erővel gazdagodva fogunk tovább lépni. Ha meg nem sikerül az adott életkorban ennek a krízisnek a megoldására jutnunk, akkor ezt a fejlődési krízist, ezt a feladatot tovább fogjuk cipelni a következő életkori szakaszba, a következő életkori szakaszba, életkori ciklusba, amikor újra előtérbe kerülhet, újra felszínre kerülhet, és lehet, hogy akkor már sikerül ezt jól megoldanunk. Lehet, hogy addigra már sikerül jól megoldanunk, sikerül megtalálni a módját annak, hogy hogyan teljesítsük azt a feladatot, amiben korábban elakadásunk volt. Tehát önmagában ez a fejlődési modell, amit Erikson leírt, egy pozitív szemléletű, mert nem akad meg, ez szerint nem akad meg a fejlődésünk akkor, hogyha mondjuk serdülőkorban nem sikerül az identitás krízist megoldanunk, mert később ez fiatal felnőttkorban, vagy életfelnőttkorban ezek teljesülhetnek, ezt meg tudjuk oldani. Ez a 4 életkori szakasz, a következőképpen néz ki, egy csecsemőkor, kisgyermekkor, óvodáskor, kisiskoláskor, serdülőkor, fiatal felnőttkor, érett felnőttkor, majd pedig az időskor. Ezek közül én a serdülőkortól fogom kezdeni, talán éppen azért, mert ez az az életkor, amikor már az én tudatnak egy olyan szintjével rendelkezünk, amikor tudunk felelősséget vállalni a saját tetteinkért, tudunk önálló döntést hozni az életünk előrehaladásával kapcsolatban. Az alatta lévő, előtte lévő életszakaszok pedig inkább szülőknek tartogathatnak fontos ismereteket, fontos kihívásokat, ami talán inkább egy másik előadás anyagába fog majd jobban beleférni. Ezek a normatív krízisek tehát, amikről beszéltünk, általánosságban azt mondhatjuk, hogy arról szólnak, hogy megjelennek új szükségletek az életünkben. Olyan szükségletek, amik korábban nem voltak. Most a fiatal felnőttkor életkori szakaszát kiragadva, ezen keresztül próbálnám példákon keresztül bemutatni azt, hogy mit is takarhat egy normatív krízis, hogy milyen új szükséget jelenik meg fiatal felnőttkorban. Ugye a serdülőkorból kilépve alapvető igénye van a fiataloknak arra, hogy leváljanak a szüleik, függetlenedjenek, kialakítsák az önálló életvitelüket. Ez egy eddig teljesen ismeretlen új szükségletként jelenik meg. Emellett megjelennek a normatív krízisekben olyan új feladatok, amik az előrelépést, a fejlődést szolgálják, és maradva a fiatal felnőttkor példájánál, itt ilyen feladat a munkába állás, a karrierépítés, illetve lehet ez a pártalálás, a család alapítás, mint feladat, ami a későbbi életszakaszokra vetítve a fejlődésnek az előrejelzője lehet. Az új viselkedés és kapcsolatformák gyakorlása is egy normatív krízisnek a fontos jellemzője. Itt új viselkedésforma, például az, hogy dolgozó emberként hogyan álljak helyt, hogyan illeszkedjek be egy munkahelyi kultúrába, munkahelyi közösségbe, a párkapcsolatban hogyan működjek társként, hogyan gondoskodjak a páromról, a társamról, saját magamról hogyan gondoskodjak, mint új feladat, új viselkedésforma, és azáltal, hogy új kapcsolatformák alakulnak ki, a családi rendszeren belül is változások történnek. A családterápia a családot egy egységes rendszerként képzeli el, ezért ha a család egyik tagjának a viselkedésében, életében valami változás történik, az szükségszerűen kihatással van a család egészére. Így tehát, hogyha egy fiatal felnőtt elköltözik a családjától, akkor az otthon maradott családnak kell újraalkotni a saját családi rendszerét, illetve az új családban a fiatalnak kell megtalálnia azokat a működésmódokat, amik jól működővé, jól funkcionálóvá teszik az ő saját családját. A normatív kríziseknek szükségszerű velejárói a különböző vesztességek is. Ez a vesztesség ez azt jelenti, hogy valami korábbi jó dologról le kell mondani. Ugye egy függetlenedő felnőtt már nem lehet olyan felelőtlen, mint egy gyermek. Nem várhatja el azt a szüleitől, hogy mindent megoldjanak helyette, hanem neki magának kell az életét kézbe venni, az élete irányítását megragadni, és felelősséget
vállalnia a saját magáért, a családjáért, és ezt a védett burkot, amit a család nyújtott gyermekkorában, úgymond veszteségként könyvelheti el. Nem szükségszerűen ugyan, de akadhatnak a normatív krízisekben elakadások, vagy patológiás működésmódok alakulhatnak ki. Ilyen patológia lehet például a túlzott ragaszkodás vagy függés, inkább a szülő részéről, amikor a szülő nem hagyja a saját gyerekét elszakadni otthonról. Annyira fontosnak tartja, hogy maga mellett legyen a gyermek, hogy nem engedi őt. Voltak ilyen klienseim, akiknek pont ez volt a problémája, hogy 30-as évei közepén nem tudott otthonról elköltözni, mert annyira szüksége volt rá a szülőnek, vagy annyira bevonták őt a családi gazdaságnak a működésébe, hogy nem tudott saját karriert építeni, nem tudott egy működő párkapcsolatot kialakítani, és 30-as évei közepén ott találja magát, hogy gyakorlatilag nem tud mit felmutatni, és egy válságban érzi az életét. Tehát például lehet ez egy ilyen elakadás, vagy zavar a normatív krízisekben. És akkor nézzük itt az egyes életkori szakaszokat, hogy milyen kihívásokat, milyen nehézségeket is tartogat. Azt ígértem, hogy a serdülőkorral fogom kezdeni, és serdülőkornak az életkori keretei úgy elég tágan értelmezhetőek. Manapság azt lehet látni, hogy nagyon előre kerül, nagyon korán megkezdődik már a gyerekeknek a kamaszodása, a serdülővé válása. Hát akár mondhatjuk, hogy olyan 10-11 éves kortól már kiskamasznak számítanak, és ez eltarthat 18-20 éves korig is akár. Nagyon egyedi, hogy kinél, hogy következik be, milyen életkorban következik be, egyáltalán hogyan viseli ez a kamasz. Azt mondják, hogy ez a serdülőkor ez olyan, amit túl kell élni, mind a kamasznak, mind pedig a szüleinek. Mert hogy ez egy nagyon, nagyon nagy változás a korábbi életszakaszhoz, a korábbi gyermeki léthez képest. Egyrészt, ha csak megnézzük ezt a két képet, amit itt a diához csatoltam, a fizikai, a testi változás. Egy gyermek hirtelen akár egyik évről a másikra, vagy hónapok alatt megéri azt, hogy egészen máshogy néz ki, mint ami neki megszokott volt. Nehéz megszokni azt, hogy a tükörből egy egészen más arc néz vissza rám, egészen máshogy nézek ki, sokkal magasabb lettem, kinőttem a ruháimat, megjelenhetnek a pattanások. Ezek a testi fejlődések együtt járnak olyan hormonális változásokkal is, amik érzelmileg is kibillentik egyensúlyából a gyerekeket. Addig lehet, hogy egy kiegyensúlyozott, nyugodt temperamentumú gyerkőcről volt szó, és ezek a hormonális változások hatására most hirtelen ingerlékenyé, sokkal impulzívabbá válhat, vagy visszahúzódóvá, szomorkodóvá. Lehet, hogy eddig semmivel nem lehetett megbántani, most meg a legkisebb dolgon is elpityeredik, vagy éppen agresszívvá válik. Ezek mind azoknak a biológiai folyamatoknak a velejárója, amik serdülőkorban érik ezt a fiatal szervezetet. Emellett új kapcsolati formák is megjelennek. Serdülőkorra tehető a barátságoknak az elmélyülése. Ilyenkor alakulnak ki azok az igazán mély kötődések, amiket utána tovább tudunk vinni majd felnőtt korban is. A kamaszkori barátságok nagy része azért már felnőtt korban is megmaradó kötelékké válik. Szintén serdülőkorra tehető a párkapcsolatoknak a kibontakozása, tehát mint egy társként, párként is meg kell tanulniuk működni a fiataloknak, ami szintén egy nagy lépés, egy nagy változás a korábbi életükhöz képest. Sok kihívást tartogat, sok nehézséggel jár, elfogadjam a másikat, ő elfogadjon engem, stb. Emellett gondolni kell a jövőre is. Tehát a serdülőkorban gondolkozunk kell komolyabban először arról, hogy mivel is szeretnénk mi majd foglalkozni az életben, milyen pályát is szeretnénk választani, és mivel elég kevés a tapasztalat, de elég sok a választási lehetőség, ez bizony egy nagyon égető problémává válhat, egy nagyon nehéz kihívással válhat a serdülők számára, hogy hogyan válasszak ki egy olyan szakmát, hogyan válasszak ki egy olyan hivatást, amit majd az egész életem folyán folytatni szeretnék,
holott alig vannak róla ismereteim. Nagyon keveset tudok arról, hogy mivel foglalkozik az egyik szakmának a követője, milyen kihívások vagy milyen elvárások kellenek egyik egyetemre való bejutáshoz, annak a szakmának a teljesítéséhez. Honnan tudom én azt, hogy amit most jónak látok, az 10 év múlva is jó lesz-e nekem, jól fogom-e érezni magam abban a szakmában. Ami a serdülőknek még nagy nehézséget szokott okozni, ez a fokozott önmonitorozás, hogy saját magukra fokozott figyelmet fordítanak. Azt, hogy nézek ki, hogy viselkedek, és ezt kivetítik a környezetükre is oly módon, hogy meg vannak győződve róla, hogy a környezetük csak őket figyeli, semmi másra nem kíváncsi, csak az, hogy ő neki most hogy áll a nadrágja, most elkenődött a sminkje, most éppen mit mondok. Ez akár olyan problémákhoz is vezethet, hogy mondjuk iskolában nem mer kiállni, felelni az osztály elé, nem meri elmondani a saját véleményét, mert olyan szorongást kelt benne ez a szereplés, az a félelem, hogy mások vajon mit gondolnak rólam, ami abból táplálkozik, hogy ő magával nagyon sokat foglalkozik. Ez egy sajátos átmeneti időszak, ez a serdülőkor, a gyermekkorból, a gyermeki létből a felnőtt korba. Nem mondhatjuk azt, hogy gyermek, de ott vannak még a gyermeki igények, a gyermeki szükségletek, arra, hogy egy kicsit odabújjon a szülőhöz, egy kis vigasztalást nyerjen. Ott van még ez az impulzivitás, a felelőtlenség, hogy ha valamit nem csinálok, úgyis megcsinálja helyettem majd az édesanyám vagy az édesapám, de mellette megjelennek azok a felnőttes törekvések is, hogy szeretne már valami diákmunkát vállalni, szeretné párkapcsolatban kipróbálni magát, szeretné, ha több felelősség jutna rá, hogyha a szülő annyit nem zargatná, hogy mit kellene csinálni, hogy kellene csinálni, ha nem szólna bele abba, hogy öltözködjön, hogyan sminkelje magát, hogyan viselkedjen, kikkel barátkozzon. Tehát ez a függetlenedési igény is megvan már a serdülőkorban. És hát, ahogy a kép is mutatja, kamaszkorban a legkevésbé a saját szüleikre kíváncsiak a serdülők, sokkal fontosabb nekik az, hogy a barátok, a kortársak mit mondanak, mi az ő véleményük, és ebből szoktak konfliktusok fakadni családban, illetve iskolában is, mert hát a tanár is mégiscsak egy felnőtt, aki próbálná jó irányba terelni a diákot, de ő a saját meggyőződése szerint szeretné tovább élni az életét, szeretné tovább folytatni azt, amit elkezdett. Fontos azért az, hogy bizonyos keretek között, de szabad kezet kapjonak a serdülők a döntésben. Hogy legyen lehetősége arra, hogy ő saját maga döntsön, saját maga hozzon, jusson elhatározásra bizonyos kérdésekben, mert ebből tud a legtöbbet tanulni. Vannak szülők, akik úgy gondolják, hogy ő biztos, hogy jobban tudja, mi a jó a gyereknek, és próbál is a felé terelni, de nem biztos, hogy mindig az a jó, hogy lebeszélni a gyereket a saját céljairól, a saját elképzeléseiről, mert bizonyos esetekben azért kellenek azok a kudarc élmények, kellenek azok a tapasztalatok, amiket saját maga szerez a fiatal, mert ezekből sokkal jobban tud építkezni, mint abból, amit meg sem próbált, mert lebeszélték róla. Abban lehet ilyenkor bízni, hogy az az értékrend, amit gyermekként a szülő beleplántált a gyermekbe, az azért ott fog maradni. Az nem visz el örökre, hanem ha lezajlik a serdülőkornak ez az impulzív válsága, ha megtalálja a saját útját ez a serdülő, akkor fiatal felnőtt korban újra előkerülnek ezek az értékrendek, és erre fogja építeni a saját életét, a saját értékrendjét is. Hát nem úgy kell ezt felfogni, hogy ilyenkor teljesen kisiklik az élet a normál kerékvágásból, hanem ez egy olyan jó lehetőség arra, hogy kipróbáljon új helyzeteket, új feladatokat, új szerepeket ez a fiatal felnövekvő gyermek, mert ezek a későbbiekben tovább fogják őt vinni az élete alakulásában. Hogyha sikerül megvívni a serdülőkornak a válságát, és eljut oda ez a fiatal ember, vagy fiatal lány, hogy megtalálta a saját útját, a saját helyét az életben,
akkor elérkezik a fiatal felnőtt korhoz. Ezt a fiatal felnőtt kort, ha nagyon életkorhoz akarnánk kötni, kb. 18-20 éves kortól a 20-as évek közepéig tehetnénk. Az Ericssoni felosztás legalábbis így gondolja. Manapság én azt gondolom, ezt ki lehet terjeszteni egészen, hogy 30-as évekig, vagy 30 éves korig körülbelül. Tehát nagyjából egy olyan évtized, ami arról szól, hogy hogyan köteleződjünk el, hogyan találjuk meg a hivatásunkat a munkában, hogyan találjuk meg a párunkat, hogyan tudunk elköteleződni egy hivatás, illetve egy ember mellett. Ez lenne a fiatal felnőttkornak a fő fejlődési feladata. Ez az az időszak, ami a jövő megalapozásáról szól. Függetlenedés a szülőktől, kialakítani a saját életritmust, kialakítani a saját párkapcsolatban azt a működő rendszert, amire a későbbiekben lehet alapozni az életünket. Új kapcsolatrendszerek is létrejönnek a párkapcsolattal. Ugye egyrészt a saját szülőkről le kell válni, és ezáltal egy sokkal szimmetrikusabb viszony alakul ki a gyermek és a szülő között. Egészséges esetben a szülő el tudja azt fogadni, hogy a gyermeke már felnőtt, olyan dolgokról fognak tudni beszélni, amikről korábban nem, vagy úgy gondolták, hogy még nem elég érett rá ez a gyermek. A gyermek sokkal jobban rálát a saját szüleinek az életére, sokkal könnyebben tudja magát belehelyezni az ő életükbe, ezáltal válik ez szimmetrikusabbá. Új kapcsolatrendszerként megjelenik a párunknak a családja, illetve az ő barátai, akikkel szemben szintén valamilyen viszonyrendszert kell kialakítani. Ezáltal gazdagodik a kapcsolatrendszerünk, gazdagodik a társas közeg, amiben mozgunk, amiben élünk. Megjelennek új szerepek is, azáltal, hogy elkezd dolgozni a fiatal, saját párjával összeköltözik, akkor megjelenik a dolgozó szerep, megjelenik a társnak, házastársnak, férjnek, feleségnek a szerepe, majd pedig a szülői szerep is, amiről később fogok majd még egy kicsit beszélni. Újfajta felelősségérzet is megjelenik. Egyrészt én magam vagyok felelős már saját magamért. Nem a szülői felelősségre kell hagyatkozni, hanem saját magának kell gondoskodnia magáról ennek a fiatalnak, és nem csak saját magáról, hanem azokról az emberekről, akikkel az ő élete össze van kötve. Felelősséget kell tudni vállalni a párjáért, a születendő gyermekeiért, és alkalmazkodni kell ezekhez az emberekhez, ezekhez az új helyzetekhez. Sokszor jelenthet ez kihívást, sokszor jelenthet lemondást, kompromisszumot is, de meg kell találni azt, hogy mi az, ami mindenkinek jó ebben az új családi rendszerben, ebben az újfajta kapcsolatrendszerben, amit kialakított saját magának a fiatal, akár egyedülálló, akár párkapcsolatban élő személy. És ugye, ha már megtörténik a családalapítás, a szülővé válás, akkor jön egy újfajta szerep a fiatalok életében, a szülői szerep. Azt lehet mondani, hogy szülőnek lenni a gyermek születésétől kezdve egy folyamatos kihívást jelent. Megfelelően reagálni a gyermeknek a szükségleteire, kitalálni azt, hogy éppen mivel teszünk a legjobbat neki, milyen jelzései, mire utalhatnak ennek a gyermeknek, mindig megfelelően, életkorának megfelelően, szükségletének megfelelően kell tudni reagálni a szülőnek, ami egy nagy kihívás, nagyon nagy falat lehet a szülőknek. Ami a legfontosabb feladata legyen egy szülőnek minden esetben, azt mondom, hogy az, hogy érzelmi támasz legyen, hogy egy érzelmi biztonságot nyújtson a gyermek számára, hogy egy olyan biztos pont legyen a gyermek életében, akihez bármikor bizalommal tud fordulni, akire mindig tud számítani, aki az élet nehézségei közepette is egy sziklaszilárdan álló valaki az ő életében. Nem könnyű ez persze. Ugye minden szülő a legjobbat szeretné a gyermekének, de sokszor élik meg szülőként egy-egy szituációt kudarcosnak. Úgy érzik, hogy ezáltal ők szülőként kudarcot vallottak, nem érzik hatékonynak magukat a szülői szerepben, de hogy fontos, hogy ennek tudatában lenni, hogy ez nem azt jelenti, hogyha egy helyzetben a gyermeke nem úgy viselkedik, ahogy ő elvárná, hogy ez egy szülői kudarc, hanem
hanem egyszerűen nem egyeztek az érdekek. Ugye a gyermek önmagában egy önálló lény, van saját akarata, van szabad döntési joga, és bizony valamikor ezt kinyilvánítja, és ilyenkor a szülő nem mindig érzi magát hatékonynak, mert nem sikerült azt keresztülvinni, amit ő szeretett volna, de attól ő még lehet jó szülő. Nagy kihívás a szülőknek az, hogy megtalálják a helyes egyensúlyt, az engedékenység, illetve a szigor között. Mi az, amit megengedek, mi az, amit már nem engedek meg, hol van a határ, ami ez kettő között húzódik, és sokszor még az is nehézség, hogy a két szülő nem ért egyet. Az egyik engedékenyebb lenne, a másik kevésbé, és ilyenkor a gyermek automatikusan afelé húz, aki kevésbé szigorú, tehát a kisebb ellenállás felé húz. Hát ilyenkor azért vannak családi harcok, hogy most akkor, ha anya nem engedi, akkor megyek apához, vagy fordítva. Ilyenkor fontos, hogy a szülők legyenek egy állásponton, tudják ezt megbeszélni, és ne kijátsszák úgymond egymás ellen a gyereket azáltal, hogy ők többet engednek, mint a másik fél. Szóval vannak frusztráló helyzetek a szülői szerepben, de ezek szükségszerű velejárói, mert emellett meg nagyon sok öröm, nagyon sok pozitívuma is van a szülői szerepnek. Ugye sokszor a szülő sokkal jobban örül a gyerek sikerének, vagy jobban aggódik érte, hogyha valami kihívással néz szemben, mint maga a gyermek. És ezek az örömök, ezek a büszkeségek azért sokkal jobban tudják ellensúlyozni azokat a nehézségeket, amiket a szülői szerep tartogat. Ahogy haladunk tovább az életünk folyamán, akkor ugye a 30-as évek közepe táján egy újfajta krízissel találkozhatunk. Ez a úgynevezett életközépi válság vagy midlife krízis. Elég tág életkori határt jelöltem itt meg, hogy 35-től 55 éves korig bármikor megjelenhet ez. Vannak olyanok, akiknek ez már úgy a 30-as évek közepetáján, vége felé megjelenik, de van, aki csak úgy 50 éves kora fölött kerül bele ebbe a szituációba. Ez ugye az élet felnőtt kornak egy markáns pontja. Erikson szerint a felnőtt kor fő feladata az a teremtés, a gyarapodás. Gyarapodás szellemi javakban, gyarapodás anyagi javakban, karrierépítés, szellemi javaknak az elsajátítása. Tehát, hogy ez az, amikor ilyen produktívak, aktívak vagyunk, és alkotunk olyan dolgokat, amik majd később fennmaradnak azután is, hogy mi már nem leszünk. Tehát ez ennek az időszaka lenne, hogy olyan dolgokat hozzunk létre, olyan dolgokat alkossunk, amik úgymond túlélnek bennünket. Az, hogy életközépi válság létezik, az először Carl Gustav Jung nyomán jelent meg. Jung úgy gondolta, hogy az életünk közepe tájékán elérkezik egy pont, amikor végig tekintünk az addigi életünkön, hogy mi az, amit elértünk, mi az, ami a hátunk mögött van, és mi az, amire még számíthatunk a jövőben. Mi az, ami még előttünk van, mi az, amit elérhetünk. Szembesülünk azzal, hogy milyen lehetőségekről maradtunk le, és szembesülünk azzal, hogy ami egyszer volt, az már vissza nem fog többé térni, de lehetnek emellett jó, pozitív hozadékai is. Ez az életközépi válság, ez azért érdekes, mert azoknál is ugyanúgy előfordul, akik mindent elértek, amit szerettek volna. Ugye fiatal felnőtt korunkban eltervezzük, hogy szeretnénk családot alapítani, szeretnénk karriert építeni, szeretnénk, ha lenne egy szép lakásunk, stb. Kinek mi az igénye, ki mit szeretne elérni. És itt az életközépi válságban ők is szembesülnek azzal, hogy igazából amit már szerettem volna, azt elértem. Mi az, ami még hátra van számomra? Mi marad? Mit tehetek még? Milyen célokat tűzhetek ki magam elé? Ők ezért élik meg válságnak. A másik véglet pedig azok az emberek, akik itt az életük közepén szembesülnek azzal, hogy az eddigi életük egyáltalán nem úgy alakult, ahogy ők szerették volna. Nem tudnak felmutatni semmit, amire úgymond büszkék lehetnének, és ők emiatt kerülnek válságba. Nekik azért krízis ez az időszak.
Nagyon fontossá válik az, hogy újra értelmezzük az életünket, hogy mi is a mi célunk, mi is az értelme az életünknek, mi az, amit hozzá tudunk tenni az eddig elértekhez, mi az, amin változtatni tudunk. Összességében ez az életközépi válság arról szól, hogy a múló fiatalságunkkal szembesülünk. Egyre ijesztőbbé válik az, ahogy telik múlik az idő, és próbáljuk valahogy megőrizni a saját fiatalságunkat. Akárhogy ez a vicces mém is, amit beraktam ide, mutatja, hogy hogyan éli meg egy nő, meg egy férfi az életközépi válságot. A nő az lefutja a maratont, és főiskolás fiúkkal kezd el randizni, hogy ezáltal is igazolja, hogy ő még fiatal, ő még aktív, ő előtte még nagyon sok lehetőség van. A másik véglet a férfi, aki ahelyett, hogy maratont futna, inkább vesz egy korvetet, vagy egy másik drága autót magának, és szintén a főiskolás korosztály felé vonzódik, ő fiatal lányokkal kezd el randizni, hogy ezzel igazolja a saját fiatalságát, azt, hogy van benne még erő, van benne még energia. Persze ez egy vicces felfogása ennek az életközépi válságnak, de az, hogy az idő, az eltelt idő ijesztővé válik számunkra, az egy nagyon fontos összetevő, nagyon lényeges összetevő ennek az életközépi válságnak. Ami nagyon... nagyon életszerű, hogy azt találjuk 40-50 éves korunkban, hogy a legmenőbb sztárok azok körülbelül 20 évesek. A legeredményesebb sportolók, akár a saját gyermekeink lehetnének, 18-20 évesen lehet már valaki világbajnok, olimpiai bajnok, és azok a nagy sztárok, akikért mi serdülőkorunkban rajongtunk, bizony, mert ők is velünk egyidősek, vagy még idősebbek, a nők sem olyan csinosak, olyan fittek már, kicsit ők is ráncosabbak, a férfiak elkezdenek őszülni, elkezdenek kopaszodni. Tehát mind-mind az eltelt időre emlékeztet bennünket, ami ijesztővé válik. Ijesztő az, hogy ennyi idő eltelt az életünkből. Úristen, mennyi elszasztott lehetőség volt, amit ki kellett volna használnunk. De meg kell találni azt, hogy mi az, ami még előttünk van. Ami még nyomasztóvá teszi ezt az életközépi válságot, hogy azért ott 45-50 éves kor körül már jelentkezhetnek egészségügyi problémák, ami az egészség elvesztésének az egészségünk illúzióját is megbontja. Tehát mert nem vagyunk olyan sérthetetlenek, nem vagyunk olyan egészségesek, olyan fittek. Nőknél ez egy plusz krízissel párosul a menopauzával, amikor azt ír meg, hogy elveszíti a termékenységét, és ezt nem csak azok élik meg krízisként, válságként, akiknek gyermekük van, akiknek megadatott az anyaság, akiknek nem adatott meg az anyaság, hanem azok is, akik szülők lettek. Mert hogy valahogy ez mégiscsak egy véges dolog már, az, hogy nem lehet tovább, nem, hogyha akarna, sem tudna többet gyermeket vállalni, szóval ez egy krízis a nők életében. És ezzel a sok-sok veszteség élménnyel kell valamit kezdeni, nem beszélve arról, hogy akik korán családot alapítottak, azoknál ez az időszak egybeesett a serdülő vagy fiatal felnőtt leválásával, ami megint csak egy új veszteség élményként jelenik meg. És ezekkel kell egy új célt, egy új értelmet találni az életünkben, de fontos azt tudatosítani, hogy azért még 40-45 évesen még azért aktívak vagyunk, még tudunk mit kezdeni az életünkkel, még sok-sok lehetőség van előttünk, csak meg kell találni azokat az utakat, azokat a helyzeteket, amikben ki tudunk bontakozni. Nagyon fontos ilyenkor az, hogy a környezet hogyan tud, a társas környezet hogyan tud támogatólag fellépni, kik azok az emberek, akikre lehet számítani. Fontos elsősorban a családnak a szerepe, hogy érezze az életközépi válságban lévő családtag is, hogy igenis, ő még fontos ebben a családban, hogy szükség van rá. Fontos az, hogy a baráti társaságokat, baráti kapcsolatokat ápoljuk, hogy a munkahelyen eredményesnek érezzük magunkat, legyen egy olyan közeg, ahol elismerik azt, amit én csinálok, mert ez egy nagy visszaigazolása annak, hogy azért igen, vannak még bennem lehetőségek, van még bennem potenciál arra, hogy továbbfejlődjek, hogy folytassam még az életemet. És hogyha ez sikerül jól megoldani, akkor még bizony nagyon sok szép évtized áll előttünk. Az előbb már említettem azt, hogy ugye itt a midlife krízisben megjelenhet a
gyermekeknek a szülőkről való leválása. Ezt így nevezik ilyen szép kifejezéssel üres fészek szindrómának, utalva arra, hogy bizony a gyerekek elhagyják az otthont, a családi fészket kirepülnek, és ott marad a szülőpár egymagában, vagy hogyha elváltak, akkor külön-külön egyedül ott marad a szülő, és valamit kell kezdeni az életével. Ugyan a névben benne van, hogy szindróma, de ez nem egy betegség, hanem egy érzelmi válaszreakció arra, hogy a gyermekek elhagyják a családi otthont. Ennek összetevői lehetnek a magány, a gyász, a veszteségérzés, a reménytelenség, szomorúság, egy felfokozott idegállapot, nyugtalanság, szorongás. De föl lehet ezt fogni úgy is, ahogy a képen látható madárpár, hogy kocintanak annak örömére, hogy végre újra övék a családi fészek, és azt kezdhetnek, amit ők szeretnének, nem a gyermekhez kell igazítani az életvitelüket, hanem kialakíthatnak egy újfajta életvitelt, kialakíthatnak új szokásokat, a párkapcsolatukat lehet új platformra helyezni ilyenkor. Most már ugye nem arról szól az életük, hogy a nap 24 órájában szülők legyenek, és azt lessék, hogy hogyan tudnak a gyermekük kedvére tenni, hogyan tudják őket a legjobban segíteni, hanem újra idejük van arra, hogy saját magukkal foglalkozzanak. Újra lehetőséget kaphat arra, hogy új hobbikat találjanak, új elfoglaltságokat találjanak, amit eddig mellőzni kellett. Vagy nem volt idő arra, hogy elmegyenek kettesben vacsorázni, vagy elutazzanak valahová a gyerekek nélkül. Nem volt lehetőség arra, hogy egy jó filmet megnézzenek, akár egyedül, akár kettesben, vagy egy könyvet elolvassanak. És most mégis lehetőségük nyílik erre, úgyhogy így kell ezt az életszakaszt felfogni, hogy mennyi új lehetőség van, és hát ott a remény, hogy azért rövidesen, ha már családot alapít a gyermekünk, akkor nagyszülőként szükség lesz újra rájuk, és ez egy új célt, egy új értelmet tud adni az idősödő szülőknek is. És hát az életünk vége felé közeledve, utolsó életszakaszként az időskorról beszélnék. Olyan 60-65 éves kortól lehet számítani az időskor, de ami igazán választó vonal az ember életében, az egyetemen a nyugdíjazás, a nyugdíjba vonulás, mivel azzal ténylegesen megszakad valami, megszakad az a ritmusa az életnek, ahogyan eddig éltünk. Lezárulnak az aktív évek. A megszokott napi ritmus, amit évtizedeken keresztül követtünk, az most hirtelen felborul. Nem kell fölkelni reggel 6 órakor, hogy 8-ra ott legyek a munkahelyen, hanem előttem az egész nap ki kell valamivel tölteni. Ezért nagyon fontos az, hogy mindig legyen az ember életében valami olyan elfoglaltság, amit a munka mellett szívesen csinál, ami értelmet ad neki, ami örömtelivé varázsolja a hétköznapokat is, és nem kényszerből csinálja, hanem azért, mert hogy jól érezze magát, hogy kitöltse az idejét. Ez lehet például a kertészkedés, lehet a főzés, lehet valami sporttevékenység, valami mozgás, valamilyen közösségbe eljárni, ami a munka mellett kiegészíti az életünket, mert hogy ezek a tevékenységek a nyugdíjas években bizony nagyon felértékelődnek. Az, hogy van, ami ritmust szab a napunknak, van, ami kitölti a munkanapokat, ha már a munka nincsen, az egy nagyon fontos, mert így tudja érezni az ember azt, hogy igenis van még célja az életben, vannak még lehetőségek, van még mit tennie az életben. Ami nehezíti még ennek az időskornak a megélését, az az, hogy azért a nyugdíjazással, az aktív évek lezárultával szükségszerűen együtt jön egyfajta számvetés egész addigi életünkkel. Mi az, amit elértünk? Mi az, amit megvalósítottunk abból, amit fiatalon elterveztünk? Hogyan töltöttük ki az életünket? Hogyan használtuk ki azt az időt, ami nekünk jutott? És ilyenkor lehet szembesülni azzal, hogy igen, jól éltem meg az életemet, igen, büszke vagyok arra, amit elértem, de lehet szembesülni azzal is,
hogy mi az, amit nem sikerült elérnem, de nagyon szerettem volna, és ez egy fájó pontként ott maradhat az életút végén. Fokozódnak a veszteség élmények is. Ugye egyrészt említettem azt, hogy a munkahely úgymond elvesztése, vagy az aktív életformának a vesztesége, de emellé társul az egészségromlás, és azért 65 év felett bizony előkerülnek, sőt halmozódnak a különböző egészségügyi problémák, ezáltal csökkenhet a mozgástér, kevesebbet bír megtenni, kevesebb helyre tud eljutni, kevesebb dolgot tud már úgy elvégezni, mint korábban, és ez szintén egy ilyen veszteségélményként ott van az idős ember életében. És konkrét gyászok is, személyes veszteségek is érik ilyenkor az embereket. Az idősebb családtagok halála, a saját kortársaknak az elvesztése, akarva, akaratlanul is mind a saját elmúlására irányítja a figyelmét, azt, hogy bizony az ő élete is véges, és ezzel szembe kell nézni. Nehéz ezt elfogadni, de nem csak magának az idős személynek nehéz ezt elfogadni, hanem sokszor, ahogy látom az ügyfélkörömben, a családjuknak, a fiataloknak, gyermekeiknek is nagyon nehéz ezt elfogadni. Nagyon nehéz látni azt, hogy a szüleik már kevesebbet bírnak, és nem mindig tudnak erre helyesen reagálni. Mert valahol az a törvényszerű ilyenkor már, hogy felcserélődnek a szerepek. Inkább a felnőtt gyermek kerül a szülői szerepbe, őre hárul a szülőről való gondoskodásnak a felelőssége, amit sokszor teherként él meg. Másrészt ijesztő is a gyermek számára azzal szembesülni, hogy az a szülő, az az anya, az az apa, aki eddig mindent megtett, értem, aki segített engem, támogatott engem, most én rám szorul, hogy most nem tudja már azt megtenni, amit korábban megtett, és ez egy ijesztő a gyermek számára is, ezt megélni, és nagyon nehéz ezzel szembesülni, és ez az időseknek a válságát még inkább el tudja mélyíteni, amikor ő magán nézi, hogy kevesebbet tud megtenni, de a környezet visszajelzéseiből is az jön feléje, hogy nem elégedettek azzal, amit ő meg tud tenni, és sokszor érezheti magát emiatt fölöslegesnek, ami különböző lelki problémákhoz, depresszióhoz is vezethet, hogy belefásul, belekeseredik az életbe, ahelyett, hogy próbálna örömet találni az unokákban, vagy abban a közösségben, ahova ő tartozik. Hát, hogy ezek a nagy nehézségei az időskornak, és itt különösen fontos az, hogy a környezet tudjon megfelelő támogatást adni, megfelelő segítséget nyújtani. Az egyes életkori szakaszoknak a végén azért szeretném lezárni egy összegzéssel, hogy mik is lehetnek azok, amik segíthetnek minket a mindenkori életszakaszunkban, abban a helyzetben, amiben éppen vagyunk. Ugye minden életkorban vannak kihívások, vannak nagy-nagy lehetőségek, és fontos, hogy ezeket meglássuk, hogy a nehézségek mögé látva meg tudjuk találni azt, hogy mi az a pozitívuma egy adott életciklusnak, egy adott életszakasznak, amit támogat, amit tartogat számomra az élet. Legyenek céljaink, olyan célok, amik megvalósíthatók, amik abszolút reális, elérhető célok, mert hogy ezek adnak értelmet, ezek adnak úgymond egy vezérfonalat a mi életünknek, hogy ezeket a kitűzött célokat próbáljuk elérni, próbáljuk követni és megvalósítani. És a célok mellett mindig megvan a haladásnak az érzése, az, hogy tudunk jutni egyről a kettőre. Nagyon fontos az, hogy ne érezzük azt, hogy megrekedünk egy adott szituációban, hanem tudunk előrelépni, a haladásra tudunk koncentrálni. Nagyon fontos az egész életút során azt, hogy el tudjuk fogadni saját magunkat. El tudjuk fogadni azt, amit az élet adott nekünk, azt, ahogy mi egy adott helyzethez tudunk viszonyulni, azt, ahogy mi meg tudunk oldani adott szituációkat, hogy elfogadjuk az egyes reakcióinkat, és nem mindig a hibát keressük saját magunkban. Abban, hogy valamit megcsináltunk, nem csináltunk, jól csináltunk, nem jól csináltunk. És
Mivel az ember alapvetően egy társas, tehát nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk az életünkben a másik emberre, a másokra, a társas környezetünkre, a családunkra, a barátainkra, és vegyük észre azt, hogy neki mire van szüksége, neki mi az, ami segítséget, támogatást nyújthat. Ha tudok neki segíteni, az én jólétemnek is jót tesz. Én is jól érzem magam miatta, és ez a társas támogatás, ez a másik ember számára is egy örömforrás, egy segítség, mert hogy így tud az ember egyik lépcsőfokról a másikra jutni, hogyha van valaki mellette, aki támogatja, aki biztatja, aki a nehézségekben is ott áll mellette, és rávilágít arra, hogy hogyan kéne, mint kéne tovább lépni. Tehát a másik szükségleteinek a meglátása. És valahol ez is volt az előadásomnak a célja, hogy egyrészt lássunk rá saját magunkra, a saját nehézségeinkre egyedi életszakaszban, illetve elfogadva és megismerve a saját nehézségeinket, tehát azt, hogy amivel mi szembesülünk az életünk során, azok nagyrészt törvényszerűek és teljesen normális kihívások, azokkal ugyanúgy szembesülhet egy másik ember is, és hogyha én magamon látom, hogy tudok reagálni egy adott helyzetre, akkor fel tudom fedezni a másik emberben is, hogy ő most éppen milyen kihívással néz szembe, és talán tudok neki segítséget nyújtani abban a szituációban, abban az élethelyzetben, amiben ő most éppen van és nehézséget él meg. Úgy köszönöm szépen a figyelmet, én ennyit terveztem ebbe az előadásba sűríteni.